Reggel van, és Zebra bácsi küldeményt hozott. A postás! Ajándék küldemény Peppa kisasszonynak és Zsoli úrfinak. Mi az? Egy játéktartó. Ó, ez eléggé lapos. Igen, nektek kell összeszerelni. Ó. Ne félj, Peppa. Mama és papa gyorsan összeszereli majd. Viszlát! 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 Most mit csinálunk? Most összeszereljük a játéktartót. Igen! Ez furcsa. Nincsenek utasítások. Talán olyan könnyű összeszerelni, hogy utasítás nélkül is megy. Mama, segíthetünk? Igen. Először kérek egy polcot. Itt egy zöld polc. Köszönöm, Peppa. Most pedig kell 4 láb. 1, 2, 3, 4. 4 kék láb. Remek. Rögtön készen leszünk. Itt egy piros ajtó. Köszönöm, papa. Tessék, kész. Ügyes vagy, mama. Ez eléggé apró. Hogyan férnek bele a játékaink? Tényleg elég apró. Ó, Zsoli talált még valamit. Lehet, hogy az tartalékpolc. És itt vannak még ezek is. Ó, jaj, a szekrény azért kicsi, mert mama nem használt fel minden alkatrészt. Szét kell szednünk és újra összerakni. Jaj, nem. Bár lenne hozzá utasítás. Vonat. Ez nem játék, ez Gertrúd, egy miniatűr gőzmozdony. De nem kell neki sín, amin közlekedhet? Nem kell, autókerekeket szereltem rá úgy, hogy arra megy, amerre akar. Nagypapi, kipróbálhatjuk Gertrúdot? Szálljatok be! Teljes gőzzel előre! Viszlát, Nagyi! Sziasztok! Petának és Zsolinak tetszik nagypapi kis vonata. A vonat mondja si-hú-hú, si-hú-hú, si-hú-hú. A vonat mondja si-hú-hú, nap hosszat. Malac mondja röf-röf-röf, röf-röf-röf, röf-röf-röf. A malac mondja röf-röf-röf, nap hosszat. Megjött kutya nagyapó Deni kutyával. Sziasztok! Szia, Deni! Látom, játékvonattal játszotok. Játék? Gertrúd nem játék! Milyen az a mini kamion? Mini kamion? Az én vontatóm egy nagyon erős munkagép. Nagyapó, felülhetek a vonatra? Te döntesz, ha inkább vonatokkal játszol, hát akkor... Köszönöm! Viszlát! Júl néni az iskolabuszt vezeti. A bal oldalon pedig dombokat lehet látni fákkal. Sziasztok! Szia, Peppa! A kék nyerő, egy játékautó. Gratulálok, Deni. Húzhatok egy jegyet? Köszönöm, Peppa. Mit szeretnél nyerni? A repülést. Nem lenne jobb inkább a házi csokoládétortát? Papa szereti a házi csokoládétortát. A piros sors jegy nyer. A repülés! Hurrá! Indul a hőlégballon. Vajon hány utasunk lesz? Összesen 4. És Maci. És Dino. Maci és a Dino. Az összesen 6. Beszállás! Siessen, papa! Ugorjon be! Gyorsan, papa! Horgolj felhúzva, a súlyok kidobva, teljes gőzzel előre! Lenyűgöző. Nyúl néni, ön nyilván képzett pilóta. Nem, életemben először repülök hőlégballonon. Oh. Kapaszkodjunk!
Júl néni felhevíti a levegőt, hogy az felemelje a hőlégballont. Viszlát! Viszlát! Akar valaki térképet nézni? Majd én. Biztos, papa malac. Értek a térképolvasáshoz. Ó, ez a térkép egy kicsit bonyolult. Menjünk feljebb? Igen, feljebb! A hőlégballon nagyon magasan száll. Ó, hová lett az ég? Ne félj, Peppa, csak felhőbe értünk. Ó! Hű, újra látszik az ég. Hurrá! Légballon, légballon. Jó, visszafelé indult el. Á, neki ne menj a hídnak! Ó, ez meleg volt. Viszlát! Viszlát! Érezzétek jól magatokat! Remélem, a hajó egy darabban kerül vissza. Ne aggódj, nem lesz baj. Peppa, hangjelzés? Igen is, papa kapitány. Én éhes vagyok. Én is. Nagypapa hagyott pikniket a kajütben. Mi ez a kajüt? A kajüt? A hajónak a belseje. Kövessetek! Peppa és Zsoli bemennek a hajóba. Milyen takaros kis konyha. Hol az elemózsia? Feltételezem, hogy... Ez pedig nem étel. Akkor biztos itt van. És az sem étel. Ebben a kajütben minden rossz helyen van. Hű, a tévé. Papa nem találja az elemózsiát. Ez képtelenség. Ha ez az én kajütöm lenne, én vajon hova tenném? Ide! Ó, ügyes vagy! Peppa megtalálta az elemózsiát. Nagyon finom. Ó, kacsák! Hello, kacsa néni! Kér egy kis kenyeret? Peppa és Zsoli szereti a kacsákat etetni. Nézzétek, nádas van előttünk. Ne féljetek, nagy papi hajója simán átmegy. Elakadtunk? Nem, tolatni tudunk. Most már elakadtunk? Igen. Ó, jaj, nagy papi hajója elakadt a nádat. Peppa és Suzi bárány kártyáznak. Pár! Én nyertem! Peppa és Suzi jó barátnők. Pár! Megint én nyertem! Mert csaltál! Nem igaz! Meglested a lapokat! Ez nem igaz! Nem akarok többé veled játszani! Én se akarok többé veled játszani! Ajaj, Peppa és Suzi összevesztek. Mama bárány megjött, hogy hazavigye Suzit. Peppa, köszönj el Suzitól. Nem szólok többet hozzá. Én se szólok ő hozzá. Ó, biztosan kibékülnek, hiszen általában jó barátnők. Ez nem vicces. Már nem vagyunk barátnők többé. Papa vacsorát készít. Peppa! Zsoli! Vacsora! Spagetti! Mi a baj, Peppa? Peppa és Suzi egy kicsit összevesztek. Ó. Egy picit. Azért hiányzik. Hívjuk fel Suzit. Halló, mama malac. Peppa beszélhetne Suzival? Szia, Suzi! Szia, Peppa! Lehetünk barátok, hogyha bocsánatot kérsz. Sajnálom, hogy azt mondtam, hogy csaltál. Bár tényleg csaltál. Hát, sajnálom, hogy a barátnőm voltál. Ó! Nem számít. Könnyedén találok új barátokat.
Peppa és Zsoli izgatottak, mert sose jártak még Rebek anyusziéknál. Papa, ott vagyunk már? A térkép szerint a házuk a következő dombon van. Nem értem. Ennek a Rebeka nyuszinak itt kellene laknia. Biztos eltévedtünk. Ez csak egy kert répával. Hol lehet Rebeka nyusziék háza? Jó napot! Rebeka, játszunk az én szobámban. Igen, de hol a házatok? Peppa sehol nem látja Rebeka házát. Ez a domb a házunk. A föld alatt lakunk. Ó! Megmutatom. Sziasztok! Sziasztok! Gyertek be! Nálunk nem lépcső van, hanem alagutak. Hű! Rebekáik háza más, mint Peppáiké. Ez a mi szobánk. Hű! Van ágy, ablak és egy játéktartó, ahogy nálunk. Hát persze. Tetszik a házatok? Bár én is nyúl lennék. Megvan. Megtanítsam nektek, hogy lehettek nyuszik. Igen. Először mozgasd az orrodat és nyuszogj. Így. Nagyon jó Peppa nyuszi és Zsoli nyuszi. Peppa szeret nyuszi lenni. Zsoli is szeret nyuszi lenni. A nyuszi szereti a répát. Nagyon finom. Nam, 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 nam. Nagyon finom. Fúj! Zsoli nem szereti a répát. Ő meg se kóstolja. Nem baj, nekünk több marad. Peppáik megérkeztek Chloéékhoz. Szia! Sziasztok! Szia, Peppa és Zsoli! Ez itt Chloé, Peppa és Zsoli unokatestvére. És hol az új unokatesó? Itt az új unokatestvéretek. Az új unokatestvér egy aprócska babamalac. Ó, milyen gyönyörű! És vajon kislánya baba? Nem, ez egy fiú. Ó, jobb lett volna, ha lány. Nekem is. Zsoli örül, hogy a baba fiú. Dino! Ő túl kicsi, hogy a dinoszaurusszal játszon. Zsoli, a kisbaba nem veled akar játszani, hanem velem. Peppa, ő még túl kicsi ahhoz, hogy labdázzon. De ha se labdával, se dinóval nem játszik, mit csinál? Eszik és persze alszik. És ezt csinálja. Malac néne, megfoghatom a babát? Igen, ha vigyázol rá, megfoghatod Alexandert. Alexander? Úgy hívják, Alexander baba. Komoly név egy picike malacnak. Aranyos, dacára, hogy fiú. Ó, mi ez a szag? Lehetséges, hogy ki kell cserélni a pelenkáját. Undorító! Peppa, kiskorodban neked is volt pelenkád? Nekem nem volt! Mama, játszhatok Peppával és Zsolival a kertben? Igen. Papa az újságát olvassa. Ha végigolvastam, utána megkaphatjátok. Rendben. Hurrá! Most már elkezdhetünk festeni. Buta Zsoli! Nagy gyerekek nem teszik a kezüket a festékbe. Zsoli szeret kézzel festeni. Peppa is szeret kézzel festeni. Nagyon jó! Kaphatok egy krumplit, mama? Még nem főtt meg, papa malac. Éhes vagy, papa? Nem megenni akarom. Ezt figyeljétek. Mit csinál papa malac? Ki tudja megmondani, hogy mi ez? Ez egy virág.
Ügyes vagy! Malackoromban én is szerettem festeni. Hol vannak a régi képeim? Papa, miért van rajtad az a vicces sapka? Ez a svájci sapkám. Ez aztán meghozza a kedvem a festéshez. És most mit fessek le? Remek ötlet, Zsoli. Megfestem a vén cseresznyefát. Az mi? Állvány, Peppa. Ez tartja a vásznat. Mi az a vászon? Az olyan, mint a papír. Speciális festményekhez. Az fog krém. Nem, Peppa. Különleges festék felnőtt művészeknek.